Újvári Ignác festőművész kisoroszi műtermében gyűltek össze egy konferencia erejéig a Mésző Miklós Egyesület tagjai, illetve helyi művészek és irodalom iránt érdeklődők. A közel 10 éve alakult egyesület célja a 20. század második felének egyik legjelentősebb írója, Mésző Miklós irodalmi hagyatékának gondozása. Mésző Miklós feleségével, a szintén író, pszichológus Polc Elennel a 70-es évektől sok időt töltöttek kisoroszi nyaralójukban, ahol gyakran megfordultak más neves írók is, köztük Eszterházi Péter, Nádas Péter, valamint Kukorelli Endre, aki a konferencia egyik résztvevője volt. A rendezvényt Nádasdy Csontos Elek polgármester nyitotta meg, aki a helyszín egykori tulajdonosáról, Újvári Ignácról, illetve annak műterméről és hagyatékáról beszélt. Majd a szervezet ügyvezető alelnöke, Szkárosi Endre költő, művészeti író, műfordító köszöntötte a megjelenteket. A Mésző Miklós Egyesület tiszteletbeli alelnöke, Jankovics József irodalomtörténész elmondta, bár sokat olvasott Mészőjékkel kapcsolatban kisorosziról, de most először járt a településen. Itt régen is jó volt élni, és úgy látszik, hogy a művészetekhez közeli emberek most is szeretnek itt lenni és a hagyományt ápolni, és ezt a hagyományápolást szeretném üdvözölni. A polgármester úr szavaiból látszik, hogy mennyire fontos központi kérdés lett ez a falu életében, és ez nagyon jó, ennek nagyon örülünk, mert akkor így a Mésző Miklós is belekerül jobban ebben a helyi hagyományba, és központi figurája is lehet. Majd ha elkészül és megjelenik az a Mésző Miklós és Polc Alen levelezés, ami most van sajtó alatt, vagy most van az utolsó pillanatokban, akkor meglátják, hogy mennyire központi szerepet játszott a család életében ez a település, és az a ház, amit itt építgettek, vagy vertek tanyák. Jankovics József kiemelte, kisoroszi benne van a magyar irodalmi hagyományban, és helye van az irodalom történetben. Szkárosi Endre arról beszélt, hogy az író szülőhelyén Szekszárdon 2005-ben megnyitották a Mésző Miklós emlékházat, illetve alapítottak egy irodalmi díjat, amelyet minden évben egy új utakat kereső, véleményét társadalmi kérdésekben is bátran vállaló, független szellemű író kapja meg alkotói teljesítményéért. Elmondta, hogy Mésző Miklós talán választott településén kisorosziban élte legérettebb alkotói évtizedeit. Kukorelli Endre, aki maga is sokáig a településen lakott, elmondta, első könyvét Mésző Miklós mutatta be az Írószövetségben. Később az ő javaslatára vett hétvégi házat kisorosziban. A Mésző és a Nádas, akkor már persze nem volt a Nádas, a két ház közötti ilyen faház, és akkor ott voltam kb. 15-16 évig, gyakorlatilag szomszédok voltunk a Miklossal. Mésző Miklós munkássága csaknem 60 évet ölelt fel. Nemrégiben a Jelenkor kiadó egy új életműsorozatot indított köteteiből. Nagy J. Boglárka szerkesztő elmondta, a Jelenkor 1995-ben kezdte el kiadni az író műveit. Mésző Miklós saját maga állította össze a 22 könyvét tartalmazó sorozatot, amelynek utolsó kötete az idei könyvhéten jelent meg. Az új kiadás abban különbözik a régitől, hogy új borítót kaptak a könyvek. A szerző, Saulus és film című regényei már ebben jelentek meg Nádas Péter fotóival. Nem lehet hozzájutni például az egészen korai köteteihez, tehát a 47-es Vadvizekhez, az 57-es Sötét jelekhez, amelyekben vannak olyan szövegek egyébként, amiket ő később az életműsorozatot, amikor összeállította, vannak olyan szövegek, amiket nem épített bele a tervezetbe, tehát ez egy érdekes történeti pillanat lehet. A sorozat szerkesztésével egyébként Szolár Dávidot bíztuk meg, aki Mésző kutató, és a
az ő szerkesztésében és utószavával jelennek meg most ezek a kötetek. Nagyé Boglárka elmondta, jövő évben az Atléta halála című regény kiadását tervezik. Őszre pedig, bár nem a sorozat részeként, de szeretnék megjelentetni Mésző Miklós és Polc Ellen levelezését. Nem csupán egy házaspár magánéleti gondjainak, hétköznapjainak a dokumentuma, hanem egy nagyon fontos kortörténeti, társadalomtörténeti dokumentáció is. Tehát egyfelől az ő kapcsolatuknak a nagyon bonyolult egymásra utaltság a szellemi érzelmi vonatkozásban is. Ez nagyon, nagyon szépen látszik ezen a levelezésen. Másfelől pedig, ahogy a Jóska is említette már, Kisoroszliban vagyunk, tehát hogy a kisoroszli létezésük az Bandi is utalt rá, hogy nagyon-nagyon komoly társadalmi kapcsolatokkal rendelkeztek, ezért az a történeti háttér, ami majd a jegyzetek segítségével is ki tud rajzolódni, ha már elkészül a jegyzetelés és a levelezéshez, ez egy nagyon érdekes képet fog adni. A beszélgetés folyamán elhangzottak kisoroszi vonatkozású történetek, érdekes események. Lengyel Rita grafikus művész arról mesélt, hogyan ismerte meg a házaspárt, és megosztott számos személyes élményt a jelenlévőkkel. Nádasdy Csontos Elek polgármester is beszélt Polc Ellennel való találkozásáról, és egy filmről, amelyet az írónő narrált. Él nálunk egy Szirtes András nevű Balázs Béla díjas filmrendező, aki csinált itt egy filmet Kisoroszliban, az a cím, hogy Réreg súlya. Levágtak egy disznót, és akkor megmérték vérestől minden estől, hogy mennyi a híja, miután kiszelmedett, és 20 gram volt azt hiszem a mínusz. Igen, de ebből egy komoly film készült, és az Alent kérte föl, Alennek gyönyörű hangja volt, biztosan tudjátok. Hát a Kossuth Rádió, amikor elmondja az asszony a fronton, azt hiszed, hogy egy 25 éves gyönyörű, csengő hangú, csodálatos artikulációval bíró meseszép teremtés mondja ezt. És a szöveget folyamatosan a film alatt az Alent mondja, és nagyon-nagyon szép. A konferencián az is szóba került, hogy az Egyesület és Kisoroszi Önkormányzata tervezi a főtéren egy mésző szobor felállítását. A rendezvény zárásaként a jelenlévők megbeszélték, tavasszal ismét összejönnek Kisorosziban, ezzel is Mésző Miklós helyi emlékét gondozva.